Kovács Krisztián és Szabó Zsolt fotói hívták kalandozásra az érdeklődőket tegnap este. Az úti cél ezúttal Olaszország volt. A két kanizsai fotós a Dolomitokat hozta el tájfotók formájában. Több mint egy évtizedet úrázik már Kovács Krisztián. Az első útok alkalmával fogalmazódott meg benne, hogy nem csak képeket szeretne hazahozni, hanem magát az élményt is. A vállalkozást Szabó Zsoltal közösen hozták létre. Kezdeményezésük célja, hogy a fotózás és az utazás iránt érdeklődő embereknek, profiknak és amatőröknek egyaránt szerveznek túrákat. Hatszor vagy hétszer voltam már, nyilván először érdeklődésem csúcspontján volt a dolog, amit mivel közel van. Tehát egy 4-5 órás autóúttal elérhető, és egy olyan vidékre tévedünk, ami, ami a fotósnak egy paralicsom. Tehát aki, aki, szeret fotózni, az itt képtelenség, hogy rosszul érezze magát, mert ha esik az eső, ha fúj a szél, ha havas, ha éppen tavasz van, vagy ősz van, a dolomitok mindig, mindig annyira csodálatos, hogy, hogy ezt, ezt, nagyon könnyen el lehet érni, és muszáj, muszáj is meglátogatni annak, aki szereti a fotózást. Szabó Zsoltot pár évvel ezelőtt a madárfotózás kapcsán ismerhették meg a fotósberkekben. Később egy norvégiai út vette azt, hogy kiegészítették Készült az érdeklődése a tájfotózással. Ez teljesen más felszerelést, illetve teljesen más látásmódot igényel, mint a madarak fotózása. Ugye itt nagy látószögű fényképezőgépekkel fotózunk, vagy objektívekkel fotózunk, állványról fotózunk. Szoktam mondani, a táj azért, tájat azért könnyebb fotózni, mint a madarat, mert az legalább nem repül el, tehát az ott van, az statikus. Úgyhogy szerintem a, a kevésbé profi vagy kevésbé kitartó fotósok is nyugodtan próbálkozhatnak tájfotózással. A vállalkozás beindítása éppen egybeesett a COVID-berobbanásával, de az utóbbi időszakban beérkezett jelentkezések száma már jól mutatja, hogy ki vannak éhezve a túrákra a profi és az amatőr fotósok.